Minden csapattagból egy-egy lap egy-egy emberhez kerül, azaz azért mégiscsak önálló munka kezdődik. Az öttagú csapatok alaposan bejárták a Szavária Múzeumot, kutattak római kori leleteket, keresztrejtvényt fejtettek, sőt, nagyítóval is megvizsgálták a múlt kincseit. Ez az időutazás is a Szent Márton vetélkedő része volt. A csapatok Szent Mártonhoz kapcsolódó neveket választottak, és Szent Márton totót is kitöltöttek. November 11-én, ugye, aki nem eszik libát, az éhezik, és az a szokás, hogy a libának a legkevesebb húsú felét odaadják a papoknak, és innen ered a nevünk, hogy mi vagyunk a püspökfalatok, mert azt a részt adják oda a papoknak. Én a totót töltöttem ki, kérdésekre kellett válaszolni, volt több háromféle megoldás, az 1-es, 2-es és az X megoldás, azok közül kellett kiválasztani a jó megoldást. Idén is népszerű volt a szombathelyi iskolák körében a városjáró vetélkedő. Összesen 60 diák vett részt a programon. 12 csapat nevezett a város általános iskoláiból, 6 iskola vette igénybe ezt a lehetőséget. A Neumannosok jöttek a legnépesebb, ők voltak a legnépesebbek, az Rényisek, Vácisok, Reményik iskolából és a Nyitró iskolából, valamint a Simon iskolából jöttek még csapatok. Az idei volt a 6. Szent Márton nyomában című vetélkedő sorozat. A Szent Márton napok csütörtökön misztériumjátékkal folytatódnak Szombathelyen.